Áttörés nem hozott, de némi diplomáciai eredménnyel járt az amerikai külügyminiszter mostani, 3 hónap alatti már 4. közel-keleti körútja. Anthony Blinken azt mondta, hogy az Izraelt övező arab országok hajlandónak mutatkoznak együtt élni a zsidó állammal, és minden ország számára biztonságot teremteni a régióban, Izraelt is beleértve. Ehhez azonban az USA szerint az is kell, hogy Izrael hajlandó legyen elfogadni a palesztinok politikai és majdani saját államhoz való jogait, mert ez minden béketerv kulcsfontosságú eleme. Blinken arra sürgette az izraeli vezetőket, hogy fokozzák a Gázában élő palesztin lakosság védelmét, és növeljék az övezetbe jutó segélyeket, valamint biztosítsák azok szétosztását. Mint mondta, az Egyesült Államok támogatni fogja Izraelt abban, hogy diplomáciai megoldást találjon a Hamász elleni háború lezárására. We continue to stand with Israel.